A köztársasági parlament tegnapi ülésén a képviselők kérdéseket tehettek fel Ivica Dačić belügyminiszternek, kormányfőnek. November 15-én a szerbiai parlament már ratifikálta a két ország közötti határellenőrzésről szóló egyezményt. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője arról kérdezte Ivica Dačićot, hogy azóta milyen lépéseket tett Szerbia az új átkelőhelyek megnyitásának érdekében. A királyhalomásod halom határátkelő megnyitása márciusra várható, és folyamatban vannak az előkészületek a régi Horgos-Röszkei határátkelő megnyitására is. Úgy érzem, hogy ez azért fontos, mert néhány nappal ezelőtt láthattuk, hogy 6-7 órát is várni kellett a horgosi határátkelőnél. Ivica Dačić válaszában a jövő évi bilaterális tervekről is beszélt. 2013 során közös szerb-magyar kormányülésre kerül sor. Ezen felül a délvidéki vérengzések áldozatai előtt hajt főt a két államfő a következő esztendőben. Erre a gesztusra 7 évtizedet várt a magyarság. Određenih političkih inicijativa i događaja koje bi značili doprinos nekom, da tako kažem, istorijskom pomirenju i stavljanju tačke na probleme iz prošlosti, gde će učestvovati dvojica predsednika. Pásztor Bálint úgy gondolja, hogy a szerb kormány terveit akár történelmi jelentőségűnek is nevezhetjük. Ebben szerinte szerepet játszott a VMS éveken át tartó érdekérvényesítése, valamint az, hogy Belgrád várakozáson felüli nyitottsággal áll hozzá a problémák rendezéséhez.